A gyermekek élete az egyik legfontosabb dolog, hiszen ők jelentik a jövőt. Ennek szellemében adott át ismét tartós élelmiszerekből összeállított adományokat a Kárpátaljai Református Egyházkerület diakóniai osztálya, a Munkácsi székhelyű Kárpátaljai megyei gyermekkórház számára. Az elmúlt időszakban az egyház többször támogatta az intézményt. Adományai nagy mértékben hozzájárulnak az egészségügyi ellátás minőségének javításához. Korábban magyarországi felajánlásoknak köszönhetően több alkalommal egészségügyi eszközöket tudtunk átadni a kórháznak, amiért istené a dicsőség, emelte ki Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyházkerület diakóniai osztályának vezetője. Hálát kell adnunk a Jóistennek, hogy elértük ezt a mai napot. És számomra ez egy nagy ajándék Istentől, hogy nap mint nap segítséget tudunk nyújtani mindenütt a kórházaknak, intézményeknek, a háborús útot a településekre, azoknak a testvéreknek, akik különböző hiányokban szenvednek. Így a mai napon Isten kegyelméből újra segítséget tudunk nyújtani a Munkácsi Gyermekkórháznak. Az a megyei kórház, ugye folyamatosan az igazgatóasszonnyal tartsuk a kapcsolatot, és nagyon szívén viseli a gyermekeknek a gondjait, problémáit, és mi pedig mindig igyekszünk segítségére sietni a Kárpátaljai Református Egyház diakóniai osztálya, úgyhogy mai napon is több mint 3 tonna élelmet tudunk juttatni a gyermekeknek a megsegítésére, vagyis a kórház működésére. Én gondolom, hogy ez is egy ajándék újra, ugye, hogy tudunk segíteni, és ezen dolgozunk, hogy évről évre, napról napra minél több segítséget tudjunk nyújtani mindazoknak az intézményeknek, mindazoknak a bajba jutott embereknek, akiknek szüksége van a segítségre. A háború kitörése óta a diakóniai osztály munkáját több önkéntes is támogatja, akár anyagilag, akár úgy, hogy vállalják a humanitárius szállítmányok célba juttatását. Ennek a szervezet munkának köszönhetően az elmúlt nap a Técsői Református Líceumba is elindult a bútorokat tartalmazó szállítmány. A mai napon is a Técsői Református Líceumunknak egy nagyobb segítséget újra tudunk küldeni, mivel hogy még ott nincs megfelelő bútorzatok, úgyhogy a mai napon különböző székeket és iskolai padokot fogunk küldeni, mivel hogy ugye ez gazdagodott a Kárpátaljai Református Egyház iskoláknak a létszáma, ugye a 4. református liceumon működik, és bizony, hogy ott is gondoskodnunk kell, hogy a gyermekek megfelelő szinten, megfelelő butorzat legyen az iskola, és megfelelő padok legyenek az iskolában. Úgyhogy ez a mai napon is nagyobb mennyiségű iskolapadokat és székeket fogunk tudni küldeni, hogy gyermekeink megfelelő szinten tudjanak tanulni. A humanitárius akció folytatódik. A Református Egyház elkötelezett az iránt, hogy a későbbiekben is részt vállaljon a gyermekek gyógykezelésében és nevelésében az intézmények fenntartása és támogatása által.